Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octagon és a Pólus mozi biztosítja. Ünnepeld velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. április 5-én esedékes érkezését a kapcsolatfelvétel napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer Barban, a 6. kerület utca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, kvízzel, tombolával, tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk. A műsorvezető szó Rádi Erika és Tuvok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a magyar hangokkal, tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira látogass el a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Octagon és a Pólus mozi biztosítja. Ajánló következik. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51, Budapesten, az Octagonnál. A következő parallaxisban. Tehát ők nem ilyen fapados impulse drive-val mentek keresztül, hanem konkrétan az van, hogy a téridőugrásuk az ott ért véget, hogy egy eseményhorizonton belül találták magukat. Se az Enterprise, se a Voyager nem jut el addig, egyik részben sem, szerencsére, hogy oda eljusson, ahol már a spagettizálódás érvénybe lép. Csomó minden van, amit a Star Trek már akkor kitalálta, amikor még senki nem tudta elképzelni. Ezért nagyon jó, hogy van ez a sorozat, mert ez folyamatos inspirációt jelent mindenkinek. Tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Magdi. Ismételten üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, folytatjuk a Discovery-nek az elemzését, The Sounds of Thunder, eheti epizódunk, de nézzük meg a hírek, mit hoztak számunkra. A CBS All Access-en újra éled a The Twilight Zone című sorozat, magyarul talán alkonyzónaként futott ez még régen. Ugye ez az alkonyzóna meg ez a végtelen határok, mintha a TV3-on ment volna annak idején, de én úgy veszem észre, hogy nem igazán vert gyökeret ez a műfaj itt Magyarországon. A mi korosztályunk nagyjából számon tartja, hogy igen, ez létezett, és most a CBS sem könnyíti meg a helyzetet, hiszen ez a sorozat ez All Access exkluzív lesz. Netflixre egyelőre nem tudunk róla, hogy megérkezne, és hát az előzeteseket sem tudjuk megnézni, hiszen működik ez a szokásos régiózár, úgyhogy lehet, hogy talán a CBS azt tervezi, hogy legyen egy olyan zászlóshajó sorozat is, ami kizárólag az ő szolgáltatásukra irányítja rá a figyelmet. Hát azért nyilván, aki itt Európában kíváncsi lenne rá, az valamilyen szürkezónás módszerrel csak be fogja majd szerezni ezt az említett sorozatot. Egyébként azt ígérik az alkotók, hogy lesznek teljesen új ötletek, viszont újra gondolnak bizonyos régebbi részeket is. Tőletek azt kérdezném, hogy ti néztétek-e régebben ezt, amikor a tévében ment, én bevallom őszintén, hogy a végtelen határokat láttam csak. Ez az alkonyzóna, ez nem tudom, hogy milyen.
tulajdonképpen hasonlít. Ez is ugyanúgy ilyen történetek, kicsit horror, kicsit thriller, de inkább a horror felemel. Hát ugyanúgy este 11-12 óra körül adták. Tulajdonképpen nem sok különbség volt benne, de itt ez inkább, itt nem voltak földön kívüli lények egyébként az alkonyzónában. Ez maradtunk a földön, úgyhogy ebbe sci-fi nem volt, ebbe inkább volt kicsit a ilyen horroros, rémisztős elemek, sokkal több volt benne. Én pár részt megnéztem, de nem mindig volt rá idő egyébként, főleg amikor az ember mondjuk dolgozik napközben, azért nem biztos, hogy éjfélkor még fennmarad. Érdekes lenne megnézni, hogy milyen lenne az új verzió, hogy mit tudnak kitalálni. A eredeti Twilight Zone-ra nem nagyon emlékszem, tehát valamire a TV3-ról talán rémlik, de inkább a Végtelen Határok, ami nagyon markáns volt nekem a TV3-on, tehát ugye a Star Trek után úgymond akkoriban ugye az első szám olyan science fiction sorozat volt, amit ugye úgymond komolyan lehetett venni, vagy tényleg komolyabb jelenbeli vagy jövőbeli morális társadalmi, meg tudományos problémákat, lehetőséget vetett fel. Ott meg több Star Trek színészt is fel-fel bukkant, és van még az a sorozat, amit a Jonathan Frakes hostolt, az a Beyond Belief, ez a rejtélyes igazságok. Németül az RTL 2 TV csatornán ment, nem is tudom, hogy magyarul ment-e valamikor, és Attila, én emlékszem, hogy ez többször is szóba került, hogy mi ezt mindketten néztük, és mindkettőnknek nagyon tetszett, ugye itt ilyen nagyon kis rövid, néha ilyen horror, máskor hát ilyen misztikus történetek voltak, tehát ez nem science fiction, ez inkább ilyen misztikus, vagy thriller, vagy fantasy sorozat, úgymond volt ilyen áldokumentarista. Én láttam. Jó, akkor lehet, hogy valahol elő kéne keresni, és nagyon jó volt ugye, hogy itt nem tudhatta az ember, hogy mi lesz a végén ezekben a kis negyedórás történetekben az igazság, hogy tényleg megtörtént eseményeke. Sőt, egyébként Dave, ha jól emlékszem, a TV2 is, mintha éjszaka adta volna, hogy nem csak a Végtelen Határokat. Mert én ott láttam, mert emlékszem, hogy a TV2-n néztem a Outer Limits, vagyis Végtelen Határok, meg régen néztem a németen is, de utána volt, tudom, hogy volt az Árnyékember, az a történet, hogy igen, hogy minden kisgyereknek az ágya alatt alszik egy árnyékember, minden, és igen, csak vigyázni kell, hogyha éjszaka kimensz gyerek, akkor vigyázni kell, mert azt mondja az Árnyékember, hogy sose bántanám azt, akinek az ágy alatt alszom, és csak akkor van gond, hogyha hát nem az mint a X-aktákban a Gumiember című rész után biztos, hogy nem aludt senki, tehát. Hát persze, valamikor éjfél egy órakor tudom, hogy volt olyan rész, amit láttam. Úgyhogy az Országos is adta időnként, mert tudom, hogy nem TV3-on láttam, mert itthon néztem. Aha. Amúgy ebbe a Twilight Zone-ba, ami majd jön áprilisban, én úgy olvastam, hogy a John Cho, tehát ugye a Sulu-nak az alakítója is, hát most nem tudom, hogy ő állandó szereplő lesz, vagy visszatér, mert ez ugye ilyen kis, hát ilyen önálló történetek lesznek, tehát ilyen antológia jellegű, ugye? Tehát akkor igazából ő lehet, hogy csak egyszer föllép, aztán kész. Igen, én is így tudom, hogy ez egy-egy kis rövid sztori, és ő az egyikben benne lesz. Én nem néztem ezt a sorozatot sajnos, nekem ez kimaradt, viszont az alkonyzónál nagyon sokat olvastam, mert a különböző színészeknek az életrajzában benne van, ugye nagyon sokan a Star Trekből is játszottak ebben a sorozatban, még a Star Trek előtt is, és hát azért nyilván sok epizód volt, és beugró színészekként vettek részt benne. Mary Wiseman a Discovery Tillie hirtelen férjhez ment a héten. Nem ismerem az illetőt, egy bizonyos Noah, nem tudom, ezt Noénak szabad-e fordítani. Egyébként ott volt a Lagzina Discovery-nek szinte a teljes csapata. Rengeteg kép van egyébként fent itt a külföldi oldalakon. Kívánjunk nekik kellemes nászutat, és szerintem ennyi. Ünneped velünk a Vulkánia 2063. április 5-én esedékes érkezését a kétnapos kapcsolatfelvétel napján. Bővebb információért és belépőváltásáért látogass el a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Dub Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus mozi biztosítja. Ha otthonosan mozogsz Gene Roddenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének.
Küldj egy e-mailt az űrszekerek@emtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerek@emtv.hu. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Hát végre, valahára látjuk a folytatását a Short Treksnek, és visszamegyünk konkrétan abba a faluba, ahonnan Saru származik. Gondolom én, hogy ezt a Short Treks-et ennek az epizódnak a forgatása közben vették föl, így nem kellett kétszer a logisztikával foglalkozni. Egyébként nekem erről a vörös színű homokról mindig az Into Darkness-nek a Nibiru bolygója jut eszembe, ahol szintén ezt az árnyalatot használták. De ne ugorjunk ennyire előre, úgy kezdődik a sztori, hogy az előző részek valamelyikében lévő gömb ugye adatokat gyűjtött a Kaminár bolygóról is. Itt nekem egyből az jut eszembe, hogy milyen jó lenne nekünk itt a Föld közelében lenne egy ilyen független megfigyelő állásunk, aki tudna tudósítani a történelemről, nem csak ilyen statisztikai alapon, hanem mondjuk részletes felvételeket készítene, és akkor az emberiség megdöbbenne, hogy egy-két dolog biztosan nem úgy volt, ahogy saját magunkról feljegyezzük. Tehát ez egy hasznos dolognak bizonyul ilyen szempontból, de a történetben is hasznos dolog, hiszen a Baul önmagától ugye soha nem erőltetné, hogy ez a sztori, ez a történet elmesélődjön a kelpiaiakról, illetve róluk, hogy hogyan alakult az egyensúly az évszázadok, illetve évezredek során. Mit szóltok ehhez a fajta felütéshez? Én bevallom, kicsit számítottam rá, hogy pont ez lesz a dolognak a vége, tehát semmi váratlan nem volt ebben a történetben számomra. Ettől függetlenül nagyon jó volt a megvalósítás, és nagyon jól szórakoztam. Rögtön két epizód jutott belőle eszembe, ahogy végignéztem TNG-ből. Mindenki által ismert fekete lény, Armus, akinek köszönhető tulajdonképpen Tashaja halála, tehát ez a lény, ez nekem ez... Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ugyanarról a fajról beszélünk-e. A másik pedig, mivel hogy ugyebár ez a lény itt tulajdonképpen szinte uralmmal, szinte elnőrzés alatt tartja ezt a bolygót, egy másik TNG epizód is eszembe jutott, az Edo törvénye. Ott nem tudtuk pontosan, hogy most milyen faj, meg milyen fejlettségű faj, de ott is tulajdonképpen szinte egy saját birtokának tekintő, hogy nem csak az, hogy rögzíti, hogy most mi történik, hanem tulajdonképpen ő azt mondja, hogy ez az, ők mindannyian az enyémek, ezek a kelpiaiak, sőt az egész bolygó, és oda senkit nem engedek be, és akkor ők ott el vannak, mint egy kis privát hangyavá lenne, amit úgy megnézek, néha etetem őket, odafigyelek rájuk, hogy azért más hangyák ne támadják meg, és ennyi kész. Valószínűleg több hasonló világ is lehet egyébként az univerzumban, hogy ezt a Star Trekből láthatjuk, hogy vannak a primitív világok, ezt a primitívet úgy értsük, hogy űrutazás előtti civilizációk. Nagyon valószínű, hogy a fejlettebb lények számára azért nem mindenki tartja be az elsődleges irányelvet, vagy legalábbis nem találta fel önmagának, hanem igen, úgy gondolja, hogy igen, kijelöm, hogy ők mivel fejletlenebbek, idézőjelbe téve vigyázok rájuk, vagy pedig felügyelem őket, és tényleg akár évszázadokig, évezredekig is azért megfigyeli az ő fejlődésüket, szokásaikat, civilizációjukat, gyakorlatilag mint egy Isten a nagy szem mindent lát tulajdonképpen. Ez az effektus láthatjuk, mert akár az Endből is sorolhatnék példát, a TOS-ba is, tulajdonképpen bármelyik Star Trek sorozatban azért ez egy visszatérő elem, hogy egy látszólag primitív civilizációt mégis egy fejlettebb civilizáció megfigyel, amit végül is konfrontációt okoz a felderítő csillagflotta hajónak. Végül is itt szóba kerül az elsődleges irányelv, hogy találkozhatunk-e a kelpiaiakkal, és nekem egy kicsit itt rezeg a léc, tehát túl könnyedén mondja azt mondjuk Burnham és Pike, hogy hát persze, mert a kelpiaiak ismerik a fejlettebb Bault, valószínűleg tudnak róla,
hogy létezik a világon még rajtuk kívül egyéb civilizáció is, de hát azért nekem mégse ennyire egyértelmű ez a helyzet. Igen, mert itt egyfajta, ha Bault ismerik, nehéz eldönteni, hogy most akkor Istennek fogják-e nézni, vagy pedig csak egy nagyhatalmú lény, aki messzire jött, egy mondjuk egy távoli utazó. Igen, azt az elsődleges nyilván nem véletlenül találták ki, hogy azért, ha lesarkítva nézzük, úgymond a jelentését, hogy lehetőleg csillagközi utazás előtti civilizációkkal azért ne találkozunk, hogy ne avatkozzunk bele az ő természetes fejlődésükbe, hogy ők saját maguktól érjék el azt a szintet, ne szolgálja másoljanak idegen példákat. Tehát ez igen nehéz, de viszont nem biztos, hogy ha csak nem a csillagflotta mondjuk, vagy a föderáció mondjuk békén hagyja őket, mivel csak egy faluba jelentek meg azért Burnhamék, lehet, hogy ez néhány generációval később már csak egy legendává fog fakulni. Tehát igen, meg lehet kerülni egyébként az irányelvet, és meg is lehet magyarázni, hogy miért szegjük meg, úgymond. Tehát lehet, hogy ez is ebbe az esetben is, mert mivel tudjuk, hogy nem csak Sarunnak a faluja létezik azért a bolygón, azért láthatjuk azért több tucat vagy több száz települése is lehet a kelpiánoknak, csak pont Sarunnak volt a szerencséje vagy szerencsétlensége, hogy pont mellettük van tulajdonképpen Baulnak a fő hadiszállása. De azért érdekes, hogy itt az elsődleges irányelvet ezt olyan tényleg könnyedén tágítja ki, ugye, Pike, mert azért emlékeztek, hogy az Új Éden című részben ott például pont ő az, aki ezt így jobban szűkebben értelmezi, és ezt olyan olvastam utána ilyen rajongói posztokat, amiben pont ez nehezményezik, hogy ott miért nem avatkoztak be, miért hivatkoztak az elsődleges irányelvre. Hát ha megjelenik ez a vörös angyal, akkor már szerintem belerázódtak, könnyelműbben veszik ezt a beavatkozás kérdést, mert ezzel a Saruval már eleve beavatkozás történt, eleve van itt egy külső szereplő, aki miatt a Sarunak ez a Vaharai határa át lett lépve, és hát ugye nekünk nézőknek is látnunk kell valamit, hogyha már oda csalta őket a vörös angyal, akkor ugye nem fordulhatnak vissza. Pike most nagyon könnyedén átlépte ezt a határt, nem gondoljátok? Most ugye a Pike végig az epizódban próbálja visszafogni a Sarut. Ugye Burnham is, meg Pike is tudja, hogy Sarut mennyire lesz ragadtatva, vagy mennyire nehéz lesz megakadályozni, hogy elmondja azt, hogy a Vaharai az egy hamis, és hogy felszabadítsa a népét ettől. De viszont itt történik egy nagyon durva beavatkozás abba a természetes evolúcióba, amit ugye a kelpiaiak át kellene, hogy éljenek, vagy úgymond az a... Hát most mennyire természetes, hát valamikor 2300 évvel ezelőtt történt ez az egyensúly kialakulás, ami gyakorlatilag tekinthető annak, hogy ennek a népnek, vagy a két nép egyensúlyban való együtt élésének története van, ebben nem lett volna szabad ilyen durván beavatkozni, és tehát az kifejezetten meglepett, hogy Pike, aki eddig tényleg nagyon figyelt erre, és hogy Magdi is mondott, hogy ott még ebben a kisebb dologban is, hogy most elmondjuk, vagy nem mondjuk a Jacobnak a titkot, az ő telepükről ott a New Edenben, hát itt sokkal durvább dolgot lép át, és csak annyit mond, hogy na jó. Tehát ugye amikor a Saru már ott azzal érvel, hogy egy új egyensúlyt kell létrehozni, és emiatt hozott minket ide az angyal. Tehát az angyal az mindenre egy magyarázat. Tehát itt megint van egy valami isteni, ilyen Deus Ex Machina erő, aki beavatkozik, oda csalogatja a Discoveryt, és akkor arra hivatkozva már, hát azért vagyunk itt, hogy akkor itt létrehozunk egy új egyensúlyt. És akkor Pike is azt mondja, tényleg így mondja, hogy na jó. És akkor, ja, akkor kezdjük el mindenkinek a Vaharait aktiválni, és essen mindenki túl azon, amin Saru túlesett, és kezét csokolom, megyünk tovább. Tehát egy felsőbb szinten már eldőlt a döntés, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, ugye megjelenik. Hát de mi lesz most? Az hát angyal. Ahol még mindig ott van, a Pike is most csak bízhat benne, hogy meg a föderáció, hogy ez jól fog alakulni, és gyakorlatilag az új egyensúly, az megmarad. Én is kicsit kétkedve fogadtam, hogy most volt egy egyszeri ilyen elektromágneses impulzus, ami hatástalanította a technológiai infrastruktúrát, de hát a Baul belenyugszik ebbe, hogy akkor most... fellázadt, vagy öntudatra ébredt a kelpiai nép, és akkor minden rendben lesz? Hát pont most fognak visszavágni, hát gondoljatok bele, annak idén a Baul, ugye, aki ugye a fejletlenebb faj volt, tehát valójában ugye, mint kiderült ebből a nagy csavarból, hogy a kelpiaiak a predátorok, ugye, és
Most ismét ez a helyzet állt elő, hogy a félelemtől megszabadult, tehát a Vaharájon túlesett, úgymond evolúcióban a következő fokra lépett kelpiaiak, azok most ugye megint ők lesznek a rettegett prédafaj. Egyébként ezért nem tetszett nekem ebben a részben, hogy a Bault ilyen szörnyetekként ábrázolják. Teljesen végig abban reménykedtem, hogy a Baul az nem lesz más, mint a kelpiaiak, vagy azok a kelpiaiak, akik túlélték a Vaharájt, úgy, mint Saru, és ugyanúgy néznek ki, csak ők úgymond a technológia útot választották. Én is ezt gondoltam. Azért, és mert sajnáltam, sokáig hogy jaj, húzták. Jött egy fekete szörny, és akkor csak ennyi. Én is ezt gondoltam, mert sokáig húzták, hogy lássuk ezeket, hogy valójában kicsodák ők, ugye bejelentkezni is csak hang alapján látjuk őket. És nem akkor a szokásos mélyített Goa'uld hang, hát igen, a néző is rögtön megijedt, és kikapcsolta a tévét. Bár jó volt az a megvalósítás, ami végül itt a képernyőkön kibontakozott, azt hiszem Doug Jonesnak volt az egyik haverja, aki ezt a jelmezt, hát ha lehet így hívni, felöltötte, de a történetbe ágyazva valóban egy kicsit, én az elején, mikor mondtam, hogy többre számítottam, akkor erre gondoltam elsősorban, amit te is mondasz, Dave, hogy itt maguk a kelpiaiak azok, akik egy ilyen zárt egyensúlyt fenntartanak valahogy. Meg amit a Magdi mondott a Bright Star abban a kibeszélőben, hogy te mondtad, hogy lehet, hogy azokat a kelpiaiakat a Baul, vagy ez a megfigyelő szem, ez elragadja és elviszi máshova. Igen, volt egy ilyen elméletem, hogy... És most ez alapján végül is most mi van most? Azokkal a kelpiakkal mi történik? Tehát, hogy a Baul azért viszi el őket, meghaltak azok, mert ha belegondolsz, akkor lehet, hogy úgy van szabályozva a rendszer, hogy amikor jönne a Vaharáj, és tovább fejlődnének, akkor egyszerűen pusztulniuk kell. Ne alakuljon ki ez a közös kelpiai ébredés. Mert ugye most csak a Saru ment el. Így van, és ne legyenek predátorok is, ne legyenek így van, most csak a Saru ment el. Evolúció? És így most is milyen veszélyes a helyzet. Egy kelpiai is megfordítja. Tőle már megijedtünk egy párszor, mert kiderült, hogy van egy-két ilyen szuper képessége, mint például nagy ereje. Az előtt is nagy ereje volt, emlékszünk, hogy a kommunikátorokat összegyűrte, mint egy csoki papírt, annak idején ott a Pakvon. És akkor a Burnham meg a Tyler csak nézett. Azt kérdezem tőletek, hogy ez, ami most történt, hogy meg ami azt Saruval történt, tehát ő ugye neki leesett, tehát meggyorsult ugye az egyet fejlődése, és leesett neki ez a ganglia, vagy az az idegvégződés, amivel végül is a félelmet érzékelte, meg félelemben élt. Na most, ez az egyet fejlődés része. Lásd, mondjuk egy ember megöregszik, akkor mondjuk megőszül. Tehát ezt kiiktatjuk, de ugye utána születik egy következő ember, aki majd csak az élete végén őszül meg, tehát hogy mondjam, tehát úgymond az a kelpiai evolúciót nem változtatták meg ezáltal, hanem csak az egyednek, tehát minden kelpiai ezzel a gangliával születik, vagy nem. Csak elnyomták. De akkor még egyszer végig kell járni, és még egyszer le kell vágni, vagy nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát a Vaharájt akkor most a következő generáció hogy fogja átélni? Tehát ugyanezt megcsinálják, hogy kibocsátják megint azt a szféra által kibocsátott, vagy ott lesz. Ez hogy? Tehát a Csillagfotta belegondolt ebbe, hogy oké, beavatkoztunk, és most... egy ilyen státusz quót, vagy új egyensúlyt elértünk. De mi lesz a következő generációval, és utána meg utána? Vagy 100 évenként eljönnek végrehajtani ezt? Vagy... Tehát mi lesz a következmény, mert ezt annyira figyelmen kívül hagyta, hogy ez hihetetlen. Ebben én sem gondoltam bele, nem csak a Csillagflotta nem gondolt bele, hogy tényleg, de itt egyébként egy csomó kérdés nyitva maradt, én úgy érzem, tehát én nem hiszem, hogy ez a történet le van zárva, mert a Sarunak is megváltozott az egyénisége, hát amit ott vitatkozik Pike-kal, meg ott ugye le akar sugározni, meg le is megy, de hogy abszolút teljesen más lesz a személyisége lassan, mint amit az elején volt, úgyhogy ez is nem tudom, hogy mennyire lesz mondjuk ez, hogy mennyire veszélyeztetheti ez mondjuk a hajót is. Tehát azért itt vannak érdekes dolgok, és hát igen, hát a bolygó az meg aztán végképp, hogy itt hogyan fogják ezt így tovább alakítani, vagy visszafog, szerintem vissza kell, hogy térjünk erre a bolygóra még a történet folyamán, mert ez itt tényleg nagyon nyitva maradt. A Saru a hatalmától meg fog részegülni, és nehezebb lesz vele elbírni a hajón. Én is. Hát ha a Baulnak igaza van, akkor igen. Ez nekem is eszembe jutott. De ez érdekes lenne, tehát én azt üdvözölném, hogyha a Saruból csinálnának egy rossz fiút. Nem lenne rossz csavar szerintem.
Hát érdekes, igen. Igen. Egyébként most így fölemlegettem ezt a lesugározást, hogy én nekem meg pont a múltkori Dave-nek a megjegyzése jutott eszembe, hogy a bőr nem mindenütt ott van. Nekem ez volt egy kicsit logikátlan, hogy ott volt, amikor a Pike meg a Saru között ott gyorsan beugrott, hogy mennyit egymásnak essenek a hídon. De amikor a Saru leküldi a hídról a Pike, és így elindul, és kitalálja, hogy akkor elmegy az átsugárzóhoz, és mielőtt még lesugároznak, hirtelen ott van Burnham. De hogy? Hát a hídról, hát ő rögtön tudta, hogy ott lesz, és utána nem tűnt fel a hídon, hogy a Burnham hiányzik. Vagy ez vágási probléma szerintem, ez én is megfigyeltem, hogy ez így hirtelen történt, igen. Valóban. Kellett volna egy átvezető, hogy a Burnham int a Pike-nak, vagy Pike odaint Burnhamnek, hogy menjen utána, vagy valami. Amúgy most ebben egy esetben, vagy itt most több helyen is, én egyenesen jónak tartottam, hogy a Burnham végül sok helyen ott van, pláne amikor oda beugrott ugye Pike meg Saru közé, mert már féltem, hogy elszabadul a Saru, hiszen azért ő vele nem tudtuk, hogy mi történt, és tök jó, hogy itt viszik tovább az előző részt. Amúgy jó, emiatt mérges vagyok, a Jet Reno eltűnt. Tehát volt az a szem a harmadik vagy negyedik rész, amikor abba a bámulnak, amikor a Tilly eltűnt, láttuk, hogy Jet Reno is meg van rémülve, utána a következő részben, amikor Tillyt megmentik, nyoma sincsen, és ebben a részben is nyoma sincs. Viszont ugye a Calber ott van a gyengélkedőn, tök jó, viszik tovább az előző részt, nem ő a főszereplő, de azért látjuk, hogy azért nem felejtettük el, hogy a Calbert feltámasztottuk, és a Saru is ott van a gyengélkedőn, visszük tovább az előző részt, hogy őt ugye, hát ő átalakult, és ugye a doktor nagyon jó, a vizsgálja, de természetesen szétterje a kezét, hogy sose látott még kelpjait, pláne olyat, aki átesett a Vaharajon, tehát ez van vele. És hát félünk is egy picit, mint néző, mert mi se láttunk olyan kelpjait, aki átesett a Vaharajon, tehát amikor ott a Pike-kal is vitatkozik, meg a transporterkezelő, egyébként visszatért a Rastafari transporterkezelő, zárójelbe zárva. Szóval egy olyan kelpjai, aki félelem nélkül van, és igazából a félelem tette ki érdeke lényegét, olyat még nem láttunk. Tehát ez a felszabadultság, ez lehet, hogy tényleg ilyen rossz fiú lesz, vagy antihős, én is üdvözölném, mert nagyon érdekes lenne, és Doug Jones remek lenne. És ott pláne lenne majd biztos a Burnhamnek ilyen fékező szerepe. De hogyha a transporterbe hogy került Burnham, hát a Pike-nak kellett volna mondjuk intenni Burnhamnek, hogy menjen oda, legyen szíves, menjen utána. Én azt nem értettem, hogy miért 60 másodpercre állítja be az időzítás. Hát 60 másodperc alatt tényleg, ha Burnham utána megy, akkor nem sok kellett volna ahhoz, hogy mondjuk leállítsa a saját kódjával a transporter átsugárzást. Mondjuk engemet is egyébként nagyon meglepett, amikor Saru tényleg ott elkezd vitatkozni Pike-kal, tényleg. Mint aki ettől a szabadságtól, hogy átesett ezen a Vaharajon, gyakorlatilag megittasult a szabadságtól, hogy most már félelem nélkül tud élni. Ez kíváncsi lennék tényleg, hogy mit tudnak ebből kihozni majd a forgatókönyvírók, mert biztos, hogy én azt mondanám, hogy kellene egy olyan rész, ahol tényleg szembesül ezzel az új szabadságnak a hátrányaival Saru, hogy tényleg egy ilyen álmokfutás, vagy valami egy ilyen kicsit rossz fiú szerepbe lássuk, az tényleg egy nagyon érdekes lenne. Calber Dokinál meg róla az jutott eszembe, amikor közben ott vizsgálgatják, hogy őt is vizsgálják, akkor Sarut vizsgálgatják. Mondjuk érdekes, hogy Sarutól hirtelen megijed Calber, hogy szinte látszik Calberen, hogy úgy nem érzi magát túl jól, hogy itt gondolkozik, hogy most én vagyok, vagy pedig csak egy ilyen másolat vagyok, akit a micélium feltámasztott, hogy nem olyan túl jól érzi magát. Tehát látjuk akkor, amikor ott nézegetik az orvosok, és akkor halljuk, hogy ilyen visszhangosan halljuk, hogy Stamets beszélget a doktornővel, de mintha tényleg Calbernek a szemszögéből hallanánk a jelenetet, hogy ő közben másra gondol, most más saját magára befele figyel, hogy most én ki vagyok, hogy ilyen identitás válságban van. Jó, Renault mondjuk én is hiányoltam, de most az, hogy Calber most itt visszajön, most biztos, hogy ezen a vonalon azért végig fognak menni, hogy most Calbernek most saját magát meg kéne találnia. Igen, ezzel a Calberrel biztos, hogy lesz valami még a sorozatban. Nem vágna ennyire savanyú arcot, hogyha nem törne ki valami egzisztenciális kérdések alapján valami az ő karakterével kapcsolatban is, úgyhogy én is biztos vagyok benne, hogy számíthatunk ilyen áttörésre. Egyébként, ha jól értelmezem, akkor egy teljesen zsírúj testet kapott ő, és ezt azért egy kicsit nehéz neki megszoknia.
Igen, mert ha belegondol, se sérülés, se tetkó, semmi, hogy gyakorlatilag hiába keresel magadon régi sebb helyet, vagy valamit, amit automatikusan oda nézel, és akkor tényleg nem talál semmit magadon, hogy szinte tökéletes vagy. És ez szerintem ez egy eléggé, egy bizonyos szinten egyébként zavaró is, mert nem csak az, hogy jaj, de jó, hogy most már nincsen meg az a, mint tudom én, egy vásérülésem, mint Oberájennél volt, tudod, a kajakozás miatt meghúzta a vállát. Vigyázz, ebből is lemásoltak egyszer. Ja, igen, igen. Emlékeztem, meg amikor volt végig egy... azt hiszik, hogy O'Brien jön a Deep Space Nine-ra vissza, és közben ő egy másolat. Apropó, itt a 31-esek, a Tyler, most akkor, tehát igazából most már ő a része, tehát itt van egy megbeszélés, aminek a részese, tehát van egy ilyen briefing, aki és a szereplői, a Burnham, a Pike, meg a Tyler. Tehát igazából a Tyler az most ilyen másodtiszt lett, vagy tehát ő mint megfigyelő, tehát jogosult... Konzultáns a 31-es szekciónak. Hiszen úgy beszélték meg. És elég sokat tud. Igen, igen. Látta úgy... a Spock rajzait, vagy tudja a kortörténetét, tehát azért így van. Durván, tehát itt most ő lesz az, aki természetesen visszafogott módon, de azért azt a vonalat képviseli, most őnek is lesz egy olyan tudása. Most itt a tudást nem tudom honnan szereztem ilyen rövid idő alatt, lehet, hogy kihagytunk egy pár részt. Mondjuk ez a szféra volt még az, ami ugye hatalmas tudás rájt, és ott a Tilly meg az Airiam elemzik. Nyilván ott az Airiam szükséges, tehát hogy a feldolgozás az borzasztó bonyolult. Tehát olyan, mintha oda tennének elé, nem tudom, több terabájtos merevelemezt, és akkor, hogy itt van az emberiség összes tudása, plusz még az is, amit nem tud, és akkor már csak hozzá kell férni. És igazából ez itt a lényeg, hogy tudsz hozzáférni egy archívumhoz, egy tudáshoz, már ez különben isteni tudás. Hát itt olyan dolgokat, itt hip-hop, csettintettük egy párat, az Airiam, nem is tudom, néhány mappát látlapozott, és akkor rögtön hozzáfértünk ahhoz, hogy mi történt annak idején, 2300 évvel ezelőtt a Kaminaron. Tehát ez egy picit megint olyan, hogy ennek el kell tűnnie. Tehát ennek a szféra adatbázisnak fel kell szívódnia, mert ez egyszerűen képtelenség, hogy tehát egyrészt bánjon ezzel a csillagflotta, mert az megint túl nagy tudás, másrészt kinek a kezébe jut, és mire használja. Tehát egy fajnak a gyengeségeit is ki lehet így kutatni, meg nyilván kánonilag egyelőre nem illik bele a képbe. Elvileg az előző részben Conway admirális is összekötő tisztként hagyta meg Tylert, tehát ő tulajdonképpen összekötő tisztként. Ilyen, azt mondom, hogy egy plusz ember a hídon, hogy úgy mondna, hogy hagy foglalja a helyet. Én azt mondanám, mert ezért neki most tulajdonképpen két térfélre kell játszani, mert ugye egyrészt segítenie kéne a Discovery munkáját a 31-esektől kapott adatokkor, de ugyanakkor azért a 31-esek felé is kell játszania, hogy azért amit lehet, át kéne küldeni. Tehát én őszintén szóval nem igazán irigylem a posztját egyébként. Körülbelül ez olyan, mint hogyha csupasz talppal ilyen izzó vason kellene neki táncolni a nap 24 órájába, tehát ez körülbelül hasonlóan kellemes feladat. Hát az Klingonként megszokhatta. Tehát van egy ilyen szertartás, a Worfnak is végig kellett valami parázson menni, vagy nem? Nem parázson, ott ösztöke, azért elektroösztökék voltak, úgyhogy igen, de az csak egy ilyen szinte egy ilyen beavatási szertartás volt, nem? De, igen, amikor mert... Worf kamaszorolt, vagy nem tudom, Igen, és akkor Wesley meg beprogramozta a holofedélzetet, igen. Hogy örült neki? Amit mondol ez az adatbázis egyébként, hát ebben rengeteg minden benne lenne. Elvileg akkor benne kellene lenni akár a votoknak is, minden, úgyhogy tényleg ez a kánon felborítanám, mert akkor tényleg hoppá, akkor csak annyit mond Csakoti is, meg többek, hogy na ott van a Delta Kvandás, hoppá, akkor nézzük meg ezt a régi adatbázis, hogy mit mond róla. Mert ez tényleg egy kanyec film az egésznek, tényleg felborít mindent, hogy mindent tudunk. Akkor nem kell felfedezni. Kell azért felfedezni, mert azért azóta néhány száz év azért eltelt, mióta amit összeszedett, azért közben azért változik azért. Ha megnézed a Star Trek-et is, a 21. században, 22., 23., 21. században nem ugyanaz egyébként az univerzum, nem csak a Föderáció, hanem azért körülötte is azért mik történnek. Azért csak közben elég annyi, csak amíg a Voyager a Delta kandrázba bóklászik, hát mi minden történt az Alfa kandrázsba is, azért csak szövetségek felbomlottak. Nagyon durva, új egyenruhák. A legnagyobb dolgot említsük. Egyébként a tudásnak mindig ára van, szerintem ez az epizód is egy kicsit pedzegeti ezt a mondani valót. Én rá akartam térni, hogy a Vörös Angyalt most mennyivel részletesebben láttuk a filmben is, hogy én úgy láttam, hogy szkafanderben van. Minden spiritualitást nélkülöz ez a dolog most már, én azt veszem észre, hogy kizárólag technológiai beavatkozást látunk. Igen, én is ezt akartam mondani, mint Magdi, hogy tényleg ez egy ilyen szkafander, mint hogy azok ott olyan hűtőszárnyak, vagy valami antigravitációs lebegtető hajtómű lenne. Szerintem ez ilyen időutazó.
ha hirtelen kellene nekem most tippelni tényleg. Csak nem tudjuk, hogy ki van a sisak mögött szokás szerint, hogy... Öreg Spock? Mint a bet... ja, igen. Kihúzom a gyufát nálad. Ezt külföldi rajongók tették fel, hozzáteszem, tehát nem az én ötletem. Sőt, vagy lehet, hogy éppen maga a Spock, az ifjú Spock, hogy valójában ő a vörös angyal. Hát előző epizódban is mondták, hogy na, Spock ügyesen elfette a nyomát, hogy hiába mentek a zürkomp után, abba sehol senki. Hiába kiabáltak utána, de valójában mindig itt eltűnik. Lehet, hogy ő talált valamit, ami mondjuk nem lenne elképzelhetetlen az új kánon szerint. Azért mondok új kánont, mert azért egy jó pár, ilyen, azért én is, hogy azért pár regényt azért elolvastam, ami azt mondjuk jó, Star Trekben nem kánon, de az idei utazásról mondjuk azért Spock azért tudott egy pár dolgot. De szóval itt látható, hogy itt nem egy misztikus lény van, hanem itt valaki egy ilyen komoly high-tech technológia, ami szerintem a 31-eseket ugyanúgy érdekli, mint akár pálykékot. Sőt, talán még jobban is. Jó, hogy érdekli a 31-eseket, mert mindig beavatkozik mindenbe. Én egyébként próbáltam abból kinézni, hogy az alakjában nő vagy férfi. Én egyébként én inkább nőiesebbnek láttam az alakját, de lehet, hogy ez csak részrehajló vagyok, mert nekem tetszik az az elmélet, hogy esetleg bőr nem a vörös angyal, talán a jövőből. Na jó, de ott van a sortekbe a szabaduló művész azért. A Brin hölgyről nem mondtuk volna meg, hogy az valójában mad. Tehát nem biztos, hogy nő, lehet akár Burnham a jövőből, jobbra-balra ugrál egyik időségből a másikba. A sorozat végén megmondjuk úgy is. Egy angyal van, szerintetek? Mert itt a Tyler felvető, hogy talán egy egész fajról van szó, akik össze-vissza ugrálnak az időben, és saját célokat követnek, és nem mond hülyeséget. Ugye a Sarunak a jobb személy, a zoomoló szemével sikerült egy ilyen nagy felbontású képet nyerni, azt gondolom átadják a 31-eseknek, de Tyler egyébként nem mond hülyeséget, tehát lehet, hogy többen vannak. Szerintem ez az angyal alakú megjelenés, ez annyira provokatív, hogy ez egy egyén lesz, és tényleg a közeljövőnek az egyik fontos kérdése, hogy Spock vagy Burnham. Én szerintem ez a gondolat már olyan lavinaszerűen beindult, hogy nem tudunk ebből az árokból sehogy se kikecmeregni. Én viszont ennek kapcsán inkább behivatkoznék egy tanulmányt, amit Dave követett el itt az űrszekereken, méghozzá az Isteni Star Trek című íromány, ami nagyjából arról szól, hogy amikor egy felsőbbrendű civilizációval, vagy akár egy egyénnel találkozunk, akkor rendre kiderül, hogy ő a technológia miatt, vagy egyszerűen a magasabb evolúciós fejlettsége miatt tűnik számunkra ennyire felsőbbrendűnek, és azt hiszem, hogy sajnos itt is ez a helyzet, azért mondom, hogy sajnos, mert ahogy az előbb a Magdira reagáltam, ez minden spiritualitást kijöl ebből a részéből a történetnek. Persze a Star Trekben azt a misztikum aztán máshogyan meg szokott jelenni, tehát ebben nincsen probléma. Nekem ez egy kicsit csalódást keltő dolog, hogy ez ennyire hamar lehult a lepel, hogy ez egy ilyen valami durva beavatkozó, valami technológiai alapú ilyen rendcsinálás. Igen, és nekem meg még az is érdekes dolog volt, hogy amikor a Sarunak a húga elköszön, és azt mondja a Sarunak, hogy köszöni neki, és a vörös angyalnak. És ezen elgondolkodtam, hogy a kelpiánok azért tényleg még egy primitív nép, és hogyha most ők erre esetleg egy vallást alapítanának, hogy a vörös angyalt fogják ezen túl a megváltónak tartani, vagy ilyesmi, az milyen érdekes lenne. Láttuk már egy dokumentumfilmet, azt hiszem Orville címmel erről, azt hiszem pont az utolsó rész az első évadban. Hát néha nagyon kis kavics kell ahhoz, hogy elindítson egy olyan hullámot, amiből kialakul egy vallás sem. Sarunak a húga, Sirana nagyon jó, hogy ő itt újból felbukkant, ráadásul papnő lett, ne felejtsétek el, tehát gyakorlatilag, és egy nagyon okos nőről van szó ebben az esetben. Nagyon szépen visszahozták a karakterét, meg gazdagították. Tehát különösen azt tetszett, hogy szemrehányást is tesz a Sarunak, hogy ugye a Saru élt, és nem tért vissza. Ugye itt természetesen fölmerült, hogy akkor az irányelv miatt, és hiszen ezt már annak idején megmondta a George hadnagy, ugye ő vitte el annak idején, hogy akkor ide nem térhet vissza. Tehát amit ott a Short Tracks-ben nagyon összecsapva láttunk egy picit, amúgy nagyon szép rész volt az, csak ott azért most itt ez nagyon jól kiegészítette. És nekem azt tetszett még, amikor a Burnham felfedi magát, és akkor, tehát az tényleg az a rácsodás,
találkozás, hogy na ilyen egy ilyen first contact, hogy igen, egyszerűen teljesen elámulunk. Tehát most itt nem a teljes rettenet, mint amikor a Bauert látjuk először egy nagy szurokszörny, hanem itt látunk egy hozzánk hasonló, azért különbözik, de azért nem teljesen különbözik. Tehát amikor megérinti a Siranna ugye a Michael Burnhamet, és az egy szép jelenet volt, és visszahozta ugye a Star Trekben ezt a felfedezést, hogy úristen, az első kapcsolatfelvétel egy másik fajjal, és szerencsére egy okos és egy nyitott egyeddel találkozott, és akkor így rajta keresztül így be lehet vezetni egy ilyen fejlett, tehát az egész föderációt. Meg érdekes volt, ahogy így találkoztak, és hogy arra is rácsodálkozott, hogy hogy érti a másiknak a nyelvét, és azt is így elmondja neki Michael. De még, tudjátok, mi jutott eszembe, és ez már többször eszembe jutott a sorozat, nem csak itt a Discovery, hanem az egész Star Trek sorozat kapcsán is, hogy itt is, amikor megkínálja a Sirena teával Michael-t, és ő egyből így elfogy, persze szoktunk teát inni, hogy ne, és így egyből belekortul, és én mindig elgondolkodok ezen, hogy olyan könnyedén elfogadják a másik bolygónak az élelmiszerét, vagy az italát, meg ilyesmi, hogy az úgy, ha már ennyire különbözünk fizikailag egymástól, akkor miért nem merül föl senkibe soha, hogy ez esetleg mérgező, vagy ezt így a trikorderrel megnézi előtte, és úgy iszik bele, vagy én nem tudom. Udvariatlanság lenne, Magdi, emlékszel, amikor Mercer kapitány az Orville-ban kért egy szalvétát? Igen, igen. De akkor is, simán benne van. Igen. Beleiszik simán egy teába, ami lehet, hogy... És csalántja. Hát már csak azért is könnyen jut ez eszembe, mert én glutén és tejérzékeny vagyok, úgyhogy én biztos, hogy nem innék bele semmibe, semmit a kelpiánok adnának, mert meg egyből ezt kérdezném, hogy az gluténmentes. Én azon gondolkodtam még, hogy elhangzik a részben, miszerint a Baul 20 évvel ezelőtt lépte át a görbületi technológiának a használatát, tehát előtte nem volt térhajtó művük, de mégiscsak azért úgy jelennek ők meg, mint egy ilyen extra fejlett technológiával rendelkező faj. Nekem ez úgy nem állt össze, hogy hogyan tudtak 20 év alatt egy ilyen flottát összeszervezni, mint ami ott előáll a Discovery előtt, hiszen hogyha a Földre gondolunk, 20 évvel a térhajtómű feltalálása, vagy a First Flight után, akkor nem álltunk azért így, még úgy sem, hogy a vulkániak elég erősen támogattak minket. Attila, te szoktál ilyen részletekbe menő elemzéseket végezni, hogy elsősorban téged kérdezlek, hogy hogy van ez? Igen, ez mondjuk, ez feltételezne olyasmit, hogy esetleg maguk a kelpiánok magasabb fejlettebb technológiai szinten álltak régen, és Baul esetleg azt felhasználta, mert azokat a hajókat, hogy megépítsd, nem biztos a replikátor technológiát felejtsük el, hogy na most akkor mindent csak replikálunk, ahhoz kell valamilyen bányászat, akár földi, akár valami csillagközi, aszteroida bányászat, valami az űrön kívül, kell valami hajó, hogy azt felépítjük. Ha valami automatizált gyárat képzelünk, azt is valahon fel kell építeni, be kell programozni, tehát ez azt mondom, hogy ez nem 10 vagy 20, hanem ilyen, ez az akár 50-60 éves munka lenne, még egy teljes ipari civilizációnak is, tehát ez nem olyan, mint azt mondom a második világháború elején, amikor tényleg nagyon sok helyen szinte majdnem a semmiből kellett teljesen átszerszámozni, átállítani a gazdaságot békésről hadigazdaságra, mert itt sokkal kisebb léptékbe kell lenni a ipari civilizációnak, aminek viszont egy nagyobb ugrás kellene végrehajtani. Tehát egy kicsit nem biztos tehát, hogy ezek a hajók vagy valamik, hogy nem-e relikviák. Hogy nem tudjuk, hogy milyen magas polcról kellett leesniük a kelpiánoknak, hogy itt vannak. Ahogy most tartanak ilyen tényleg látszólag egy ilyen szelíd prédafaj, közben pedig azért voltak ők azért úgymond azt mondjuk a vajas kenyérnek a vajas felén is. De nem akkor kezdtek fejlődni, tehát a Paul nem akkor kezdett fejlődni, amikor, tehát a 2000, nem tudom hány száz évvel azelőtt végül is mert ugye ez a mindent látó szem, hát az már mióta ott van, tehát mióta gyakorolják azt, hogy a Javaharait nem engedik elérni, ugye, hogy visszaszorítsák, tehát hogy ne legyenek predátorok, ugye, a kelpiaiak, és lehet, hogy onnantól kezdtek el fejlődni, hogy már nem kellett rettegni ők, vagy nem prédafaj voltak, hanem úgymond a technológiába menekültek. Tehát visszavonultak, és elkezdtek fejlődni. Tehát miután már tehát az ember is akkor kezdett fejlődni, amikor már nem a túlélésért kellett harcolnia, vagy a kultúra is akkor
indult el egy magasabb fejlődés, amikor már ugye nem az egzisztenciális dolgokkal teltek a mindennapok. Dave, általában a technológia általában akkor kezd el fejlődni, amikor eljutsz olyan szintre, amikor a környezetedben már nem véletlenszerű eseményeknek gondolt, hanem azt mondod, hogy egy tudatos rendszernek tételezett fel. És tudod irányítani, tehát egyre több környezeti volt erőt. Volt egyébként, Paul Anderson mondta, hogy azt mondja, hogy az egyisten hit például azért volt bizonyos szempontból előnyösebb mondjuk a több isten hittel szemben, hogy feltételező, hogy akkor valaki egy felsőbb hatalom, nem több, hanem egy, az valamilyen szinten elrendezett, hogy törvényeket alkotott. És mi megpróbáljuk ezeket a törvényeket tulajdonképpen kifürkőzni a saját boldogulásunkat. Tulajdonképpen a tudomány ebből kezdődött el. Ez persze csak egy elmélet, nem biztos, hogy egyébként hogy ez mindenütt működik, de akár az, hogy amikor tényleg, ahogy te is mondod, amikor már nem azon kell gondolkoznunk, hogy na most holnapra lesz-e valamit, tudok elejteni egy szarvast, vagy valamilyen, vagy valamit, hanem amikor már tényleg van időm arra is, hogy kicsit az agyamat is használjam, hogy na most mit lehet csinálni. Tulajdonképpen ott indul meg a technikai fejlődés, hogyha már nem kell bizonyos környezeti feltételektől, nem függök. Úgyhogy lehet, hogy a baulók is akkor kezdtek el fejlődni, amikor tényleg hogy így megoldódott ez a probléma, hogy tulajdonképpen a kelpiánok így korlátozva lettek, de valahonnan azt a technológiát tényleg el kellett kezdenük fejleszteni, és akkor ilyen világos fejlesztés... Kölcsönvették a romulánoktól, mint a... Egyébként minek a baulóknak, minek térhajtó, amikor idegengyűlölők. Tehát ők nem akarnak utazni és másokat megismerni, tehát tök fölül, hát egy helyben vannak. Tehát igazából... Na jó, de... Hát ha elvisznek egy kelpiánt, akkor utánuk tudjanak menni. Na jó, de viszont biztos, hogy ők fejlesztették ki, mert azért más sci-fi univerzumokban van, úgyhogy tulajdonképpen a térhajtómű úgy van kifejlesztve, hogy gyakorlatilag egy ősi civilizációnak a technológiáját használjuk fel, ami esetleg mondjuk kihalt. Tehát akár ők is mondjuk a Baul esetleg lezuhanhatott egy idegen hajó, és akkor a Baulok addig-addig szórakoznak vele, mint egy rozetti kővel, hogy bizonyos technológiákat kivonnak belőle. Tehát még akár ez is fel lehet, mert a ferengiknél is például ha az ember a Memory Bétát nézi, a ferengik nem maguktól találták fel a hiperhajtóművet, hanem tulajdonképpen nem jó áron durván mondva. A Breen-nek, egy sérült Breen hajó megjelent a naprendszerükbe, és talán állítólag az egyik holdat eladták annak a Breen-nek a térhajtómű technológiájai cserébe. Csak a Breen-eknek még egyelőre még nem jutott eszükbe, hogy oppá követeljék azt a holdat, pedig jó kis jeges hold, úgyhogy... Attila, nyereséges volt az adásvétel? Hát a Breen-eknek még nem, de ha megsügjük nekik, akkor a Nagus vakarhatja a fejét, úgyhogy szerintem minden este azért imádkoznak a Szentskinstánokhoz, hogy a Breen-eknek eszükbe ne jusson, hogy a kamatos behajtsák ezt a szerződést. Mert akkor aztán ott nekik nagy fagy lenne. Itt az epizódban mondjuk azért összefolyik, hogy eredetileg ugye itt valaki mondja a legénységből, hogy 20 évvel ezelőtt történt a kapcsolatfelvétel, amikor kifejlesztették a térhajtó művet, de aztán a szaru közbevág, hogy hoppá, hát az valójában ő volt, aki azt a jelet küldte, és a csillagflotta nem azért ment oda, hogy a Baullal vegye föl a kapcsolatot, de ha már ott volt, akkor szerintem fölvették a kapcsolatot, csak a Baul az kicsit mérges volt, és elküldte őket a rákba. Ettől függetlenül ugye elvitték onnan a szarút valahogy, úgyhogy nekik ez nem tűnt fel. A szarú Baul technológiát használt, hogy kapcsolatba lépjen annak idején, tehát ő teremtett kapcsolatot. Tehát azért szállhatott le ott a most nem is tudom, Odüsszei, vagy melyik hajón szolgált akkor a Georgiou hadnagy. Tehát amikor ő leszállt, azért tehette meg, mert már megtehette, mert vele ő lentről fölvették a kapcsolatot. Bár ez egy picit ugye most akkor annak köszönhető, hogy a Baul már azért egy térhajtó művet ismerő civilizáció volt, és akkor nem tudom, hogy tett különbséget a csillagflotta. Tehát ők megfigyelték már, gondolom, hogy van egy primitívebb nép, ugye a kelpiaiak ott élnek, és onnan is valaki technológiát használ, és az oda csalogatta őket, vagy úgymond akkor már megengedi a direktíva, hogy akkor kapcsolat, amikor már lentről indul a kapcsolatfelvétel. Tehát ezt nevezhetjük egyetlen kapcsolatfelvételnek azt, hogy a szarut elvitték magukkal. Hát ez szarú kezd, tehát aztán ott a szarú, tehát ott egy rendezvút beszélnek meg. Tehát ott, igen, ott, igen, de hát az nem a néppel való kapcsolatfelvétel. Hát csak őt viszik el. Egyébként igen. Ilyen módon lehet, hogy az irányelvnek van egy alpontja, hogy az megengedi, hogy ha egy valakit visznek el, akkor őt elvihetik. Ez megmagyarázza akkor a földről állított embereknek is az emlékeit. Őket is egyesével viszik el. Jó. Persze, ez abszolút egyébként, hogy csak a civilizációval, de egyes egyedeknél ez
úgymond megengedett, egy kibúvó. Meg lehet, hogy éppenséggel a vulkáni adatbázisban benne volt akár a kelpiánoknak a világa is, tehát ők is valamikor megfigyelhették, és azért tudjuk, hogy a csillagflotta azért átvette a kicsit a vulkáni csillagtérképeket annó a federáció megalakulása idején. Meg egy ilyen e-fajta anomáliát azért ki kell vizsgálnia azért a flottának, hogy arra van egy primitív világ, és akkor hoppá, hogy kerül oda mondjuk hirtelen egy antianyag hajtóműnek a jelei. Hát egy még semmi ipari civilizációt nem látunk, tehát ezt úgymond automatikusan azért ki kell vizsgálni, hogy nem egy külső beavatkozás van. Tehát egyfajta ilyen pásztor munkát azért a csillagflotta is végeznie kellene, hogy egyrészt jó, kutatunk, de közben azért védjük meg azért ezeket a kis még egyelőre gyengén fejlett civilizációkat a külső nem kívánt behatásoktól, akár még a sajátunktól is néha. Meg azon is gondolkodtam, ez most jutott így eszembe, hogy beszéltünk arról is, hogy a csillagflotta, hogy állt-e ez a kérdéshez, hogy a kelpiánokkal hogyan hagyták őket ott ezen a bolygón, hogy most, hogyha a Baulnak igaza van is, és azért kellett a Baharájt csinálni, mert hogy ragadozók lesznek a kelpiánokból, akkor most egy egész bolygónyi ragadozót hagytak ott, akiket esetleg rá is szabadíthatnak később az egész világra, vagy tehát, hogy mi lesz ott velük, mivé fognak ők ott fejlődni még. Ez az egyik kérdés, de a másik meg, hogyha a vörös angyal időutazó, akkor ő neki meg tudnia kell, hogy ez jó vagy rossz, és hát ő beavatkozott. Akkor viszont meg mégiscsak a pozitív irányba történt ez a kelpiánokkal. Hogyha lehet egy konteó, akkor ugye a vörös angyal az valamiféle temporális hidegháború elven avatkozik be, tehát ő neki minden egyes ponton, amikor közbelép, egy egyensúly fenntartásra való törekvés vezérli, tehát lehet, hogy azzal, hogy beavatkozik, mi nem látjuk át a rövidtávú következményeken túl, hogy milyen hosszú távú és milyen egyensúlyteremtő munka képződik, olyan ez, mint talán a gazdaságnak az alakítása. Vannak mikro és makro szinten megfigyelhető folyamatok, amiket így lehet egyengetni. Egy dolgot még azért elmondanák, okay, hogy látjuk azt a szép piros virágokat ott a kelpiánok világán. Na már most ez egy valódi virág egyébként, azt hiszem Felindának hívják, valami ilyen neve van, és ezt egyébként a Star Trek egyik novelláját író orvosról nevezték el, aki néhány éve agyi aneurizmába halt meg. Frederick Kimnek hívták ezt az úriembert, elég fiatalon halt meg, és tulajdonképpen az ő utána kapta ezt a nevet. Úgyhogy lényegében az, hogy ezt a virágot beszerezték a magához a Short Trekhez is, és magához az epizódhoz, ez tulajdonképpen egyfajta tisztelgés egyébként Dr. Frederick Kim előtt. Amikor civilizációk szabadulnak föl, akkor a néző mindig egy kicsit kétségeket érez. Tettük ugyanezt a csillagkapu esetében is, hiszen amikor egy csomó Jaffa rászabadult a világra, akkor a Universe-ben már felvetették, hogy vajon ezek az emberek önfenntartóak tudnak-e lenni, kitermelődnek-e olyan vezetők maguk közül, akik majd rendben kormányozzák ezt a hatalmas mennyiségű populációt. Nekem még egyetlen egy dolog maradt meg az epizóddal kapcsolatban a fejemben, hogy ettől az Ariam nevű, ilyen robotfejű hölgytől engem kiráz a hideg, tehát valahogy nem sikerült megkedveltetni ezt a karaktert a készítőknek velem, pedig éljen a transhumanizmus meg minden, de most valahogy ez még nem áll az én szívemhez közel ez a szereplő, bár ugye sikerült neki a megfelelő időpontban előbányászni és mintázatot találni abban a hatalmas nagy adattömegben, ami rázúdult a Discovery-re, de mint szereplő, mint élő személy nem került hozzánk közelebb. Ettől függetlenül azt mondom, hogy megint egy jó hosszú részt kaptunk, és jutott idő a dolgoknak, karaktereknek a kifejtésére. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen streaming sorozatnál így van rendben, tehát szépen komótosan, amit a készítők el akarnak mesélni, arra jusson ténylegesen elegendő erőforrás időben is. Ez az első évadban sajnos nem teljesült, most úgy tűnik, hogy észbe kaptak a készítők. Ők ugye azt mondják, hogy folyamatosan olvassák a rajongói és a nézői visszajelzéseket. Én szerintem ez tényleg megtörtént itt az első és a második évad között, és ugyanúgy, mint a TNG esetében, ahogy a sorozat elkezdtem megtalálni a saját hangját, én itt is ezt tapasztalom. Itt
tényleg egy fajnak, hogy amikor úgymond ledobja a láncait, és előtte van a lehetőségeknek szinte a végtelen tárháza, az egy mindig is egy olyan téma, amit egyébként erősen izgatja az emberek fantáziát. Most azt láttuk, hogy tényleg a kerpiánok előtt ott van a lehetőség, hogy korlátok nélkül fejlődjenek, akár a jó, akár a rossz irányba is. Hát remélhetőleg azért a jó irányba fejlődnek, mert egyelőre azért a későbbiekben nem látunk olyat, hogy na most akkor ilyen kerpián hódítók lepnék el mondjuk az alfakandrás, tehát valamilyen szinten tehát reménykedhetünk abban, hogy jó irányba történt meg ez az új egyensúlynak a kialakítása. Én meg csak annyit tudnék elmondani, hogy nekem az nagyon tetszett ez az epizód azért, mert nem, most végre nem azt csinálták, hogy három szálon fut minden, és akkor mindenhová belekapunk, hanem most ez egy kerek történet volt, amit végigvittek. Tehát ez most nekem nagyon bejött, nagyon izgalmas volt, tényleg végig izgultam az egész részt, és megint csak ott van meg ügyesen a epizód lezárása, hogy már szoktuk mondani, hogy még szeretnék benne lenni a történetbe. Nagyon jó tett ez, hogy egy történetszál van, ez nagyon kis kompakt epizód volt. Egyedül egyben csalódtam, ugye, hogy a Baul az végül is, tehát főleg, hogy külsőleg ilyen félelmetesnek volt ábrázolva. Amúgy meg, ha belegondoltak, ugye ők voltak az üldözött faj. Na most van egy nagy ormótlan fekete szörnyeteg, és vannak a törékenyke piaiak. Tehát én nem tudom, hogy ki üldöz kit. Lehet, hogy a kelpiaiak, és akkor sokkal durvábbak, mint Predator, amikor tovább fejlődnek ugye a Vaharai után. De nagyon, tehát ennek a fajnak a mitológiáját, hogy így mondjuk, nagyon szépen vezetik és fejlesztik tovább. Tehát teljesen új fajról van szó, szabadon mozoghatunk, de a Star Trek minden egyes sorozat megtett egy ilyet, tehát hogy minden egyes faj mögé szépen odapakolt. Tehát most már nem csak a klingonokat építjük, ott már nem is nagyon lehet tovább bővíteni a kultúrát, tehát mindent tudunk róluk, őnek már csak a külsejüket lehet megváltoztatni, de egy új fajt, mint egy kelpiai, aki főtiszt, meg akiről sok mindent megtudunk személyesen, az tök jó, hogy így elmélyítenek. A Sirannak karaktere, ez a rácsodálkozás az első kapcsolatra, hogy itt Magdi mondott, hogy a fordítás meg a nyelve. Ugye az is ugye tök jó volt, hogy a Sirana rácsodálkozik, hogy, és ott is látjuk, hogy mennyire okos. Tehát ebben a fajban milyen potenciál van, amikor a Szaru mondja talán ott a hugának, hogy hát ugye ez a gép, vagy van lehet, hogy Burnham mondja, hogy ezerféle nyelvet is képes lefordítani, és a Sirana mit mond erre? Akkor ezerféle faj vagy nép él odakint? Tehát azonnal tovább lép. Tehát ezt megértette, hogy van egy gép, és az a gép képes fordítani, de rögtön tovább teszi a kérdést, tehát úgymond szinte emberi, tehát az ember is úgy képes fölfedezni, vagy akkor van értem a fölfedezésnek, ha bizonyos dolgokat elfogadsz, hogy van egy fejlettebb technológia, és tovább tudsz kérdezni, tovább tudsz lépni. Tehát ez nagyon izgalmas, persze jó lenne visszatérni, hát mivel Szaru főszereplő, azért valamilyen módon reméljük tovább viszik, és nem felejtjük el azt a sztorit, hiszen nagyon szépen tovább viszik azt is, ami ővel a elmúlt részben történt. Meg hát ugye 56 perces rész volt, ez szinte extra hosszúságú Discovery-n belül, és például te Szarunak a monológia vezette be, tehát az senki ne ugorja át ezeket a bevezető, meg a főcím előtti részeket. Legalábbis a Netflix mindig lehetővé teszi, sőt, így automatikusan időnként átugrik, mert azt hiszi, hogy nem akarod megnézni, hogy ez történt eddig. Azt azért érdemes megnézni, mert ott olyan szempont szerint teszik eléd, amilyen történetszál most ki lesz fejtve, tehát olyan motivumokat szednek elő a régebbi részekből, amik neked szükségesek, hogy egy kicsit helyre ad magadban, hogy ráhangolódj, hogy most is valami ilyesmi lesz. Szóval ez nekem tetszett, és remélem, hogy hát mondjuk az előztest látva azért elég mozgalmas lesz a következő részt, de remélem, hogy ott is egy dolog körül forog majd a cselekmény. Fogadjatok szót a Dave-nek, és nézzétek meg a Discovery elején látható összefoglalókat, teljesen kerek élményben lesz részetek. És ez még nem minden. Április 5-én a kapcsolatfelvétel napja alkalmából megtartjuk a közösség találkozónkat, 6-án pedig eljöhettek a mozibulira, ahol magát a 8. mozifilmet, a kapcsolatfelvételt tekinthetitek meg. Siessetek, foglaljátok le a jegyeteket, nehogy idő előtt elfogjon. Ezt megtehetitek a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu oldalon. Találkozzunk a közösség találkozón és a mozibulin, illetve kövessétek az Impulzus Podcast Facebook oldalát, ahol hozzászólhattok az aktuális epizódhoz a posztok alatt. Ti is elmondtok
elmondhatjátok a véleményeteket, illetve ugyanezt megtehetitek a Star Trek Discovery kibeszélő csoportban, ahol meg is szoktátok tenni, úgyhogy örülünk mindenféle észrevételnek. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok jövő héten is velünk, sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.